Mit lehet tanulni Németországtól a sport terén? Mi a különbség a két ország sport iránti elkötelezettségében? Többi között ezekre a kérdésekre kereste és kapta is meg a választ a Magyar Sportolók Németországban, Német Sportolók Magyarországon című rendezvény Berlinben. Berlini Magyar Nagykövetség által szervezett kerekasztal beszélgetést október 28-án tartották a német fővárosban. Az idei esemény egyébként a harmadik ilyen jellegű rendezvény volt. Megpróbáljuk bemutatni, mint ahogy gondolom a mai rendezvényen ez sikerült, hogy Németországban élnek, dolgoznak olyanok, akik magyarok, akik sikeres magyarok, akik itt mutatták meg magukat, nem csak Németországnak, hanem esetleg a világnak, vagy itt szereztek világhírnevet és jó hírnevet Magyarországnak. A meghívottak között aktív és már visszavonult élsportolók voltak, valamint olyan szakemberek, akik sportolói pályafutásuk után edzőként, vagy éppen sportvezetőként is sikeresek maradtak. Talán nem meglepő, hogy az egyébként jó hangulatú beszélgetés fő témája a magyarországi labdarúgás helyzete volt. Ennek fájó aktualitást adott a világbajnoki selejtezőn a hollandoktól elszenvedett 8-1-es vereség, amit a kapitány Egyelvári Sándor azonnali lemondása követett. Itt is volt krízis. Dárdai Pál 14 évet futballozott Németországban, 2011-ben vonult vissza. Összesen 372 alkalommal viselte a Hertha BSC mezét. Pályafutása után a Hertha második csapatánál, illetve a berlini utánpótlásban kapott munkát. Szerinte a hazai focit az utánpótlás neveléssel lehetne visszaterelni a helyes útra. 10-12 éve, 2002-ben húztak itt is egy vonalat, az utánpótlás képzésre nagyon ráálltak, és most meg lehet nézni, azóta elment 10-12 év, meg lehet nézni, hogy milyen a német csapat, mennyi fiatal ügyes futballista van, és nem egy csapatot tudnak kelteni, hanem többet, tehát érdemes az utánpótlásra fektetni, ezt ők is felmérték. Az egykori klasszis játékos szerint tehát ez az egyetlen út a megoldáshoz. A német sportolók kiemelkedő teljesítményéhez azonban az is hozzájárul, hogy az iskolai sportolásra, valamint a tömegsportra rendkívül nagy figyelmet fordítanak. De mindenki fut, mindenki sportol, jó géneket adnak tovább. Persze keveredtek a gének, hogyha őszintén vagyunk itt Berlinben, és ugye itt annyi nemzetiség él, tehát itt keverednek a gének, de ettől függetlenül nem véletlenül ennyi jó atléta van, ennyi jó sportol is van. És hogy milyen szövetségi kapitányra lenne szüksége a nemzeti 11-nek? Nyugodtan lehet egy magyar kapitány, csak legyen szorgalmas, megszállott labdarúgás iránt őrült ember, és akkor ez fog ugyanúgy működni. Dárdai Pál véleményét nem minden labdarúgó osztja. Huszti Szabolcs a Hannover 96 játékosa szerint mindenképpen olyan szakvezető kell, aki más közegből jön, mint a magyar futball. Az én véleményem az, hogy külföldi kapitány kell, egy olyan ember, akinek azért vannak eredményei is edzőként, jó neve van, és magyar játékosok föl tudnak rá nézni. Huszti egyébként hírhetten rossz viszonyban volt a magyar edzőkkel. Arra a kérdésre, hogy egy új kapitány érkezésével esetleg visszatérne a magyar csapatba, az 51-szeres válogatott diplomatikus választ adott. Az új szövetségi kapitánynak biztos, hogy a jövő csapatát kell építenie. Én áprilisban 31 éves leszek, úgyhogy nem hiszem, hogy pont rám számítan az újdonsült kapitány is, hiszen az EB-re, esetleg a következő VB-re kéne kiütni, és addigra én már biztos, hogy öreg leszek. Talán kézenfekvő választás lehetne a kapitányi poszt betöltésére Lothar Matthäus. A németek legismertebb focistája 2003 és 2005 között vezette már a magyar nemzeti válogatottat. Szerinte nem feltétlenül egy konkrét személyben kellene gondolkodni. Wir haben gerade festgestellt, es geht hier nicht um Namen, es geht hier, dass man gemeinsam einen Weg geht. Gemeinsam heißt es, der Verband mit den Vereinen, mit einer gewissen Zukunftsarbeit, mit dem Nachwuchs. Und im Endeffekt ist es nicht wichtig, wer der Trainer wird, sondern in Ungarn muss man begreifen, dass man zusammen in eine gemeinsame Zukunft geht. A rendszer tökéletes működése persze nem csak Németországra jellemző. Kovács Ági, olimpiai bajnok úszó, 4 évet töltött el az Egyesült Államokban. Saját bőrén tapasztalta meg az amerikai profizmust. Amerikában a sportolás és a tanulás az nagyon, nagyon élen jár, azt gondolom, hogy a világ minden más országához összehasonlítva. Tényleg egy életre szóló élmény volt amellett, hogy megtanultam angolul, megismertem egy külföldi kultúrát, és lett egy diplomám is, mellette pedig ugyanúgy versenyeztem, és egész szép eredményeket is elértem. És maradjunk is még a vízes sportoknál. A rendezvényen ugyanis a foci és az úszás mellett a vízilabda is képviseltette magát.
Gyöngyösi András 2 hónapja a Spandau 04 vízilabda csapat edzője. A beszélgetésen persze lehetett párhuzamot vonni a foci és a póló között, de itt most mi, magyarok voltunk, vagyunk a pozitív példa. Kicsit a német vízilabda hasonló lábakon áll, mint a magyar futball, tehát a fiataloknál el kell kezdeni egy egész új koncepciót, és akkor lehet újra azokra a lábakra állítani, mint annó a német válogatott volt a 80-as években. A mester tehát hozta a szaktudást, a rutint, valamint a megoldást. Ebben tehát mi magyarok jobbak vagyunk. A körülmények és a hozzáállás tekintetében azonban a mérleg nyelve Németország felé billen. Nekem közel áll a német mentalitás, a precízség. Szeretem, amikor a fekete az fekete, a fehér az mindig fehér, tehát aznapra minden megvan, amikor mondják, se előbb, se később. A fiatal pólós Baksa László sem hezitált sokáig, hogy Németországba költözzön. Őt egyébként egykori edzője András hívta ki a klubhoz. A 2 napot vacilláltam és eldöntöttem, hogy jövök Berlinbe, mert itt akarok élni, és ki akarom próbálni, hogy milyen itt az élet. Úgy gondolom, hogy csak nyertem vele, és hát ha lehet ilyet mondanom, 2 nap után én nagyon-nagyon hossz távra szeretnék tervezni Berlinben. Lászlóval ellentétben a rendezvény egyik támogatója, Lelbach Abris nem tervezett hosszú távra, amikor Berlinbe érkezett. A terveket azonban az élet felülírta. Frankfurtba mentem az egyetemre, és 20 évvel előtt jöttem Berlinbe. Akartam csak 3 hétig maradni, és most már 20 éve itt vagyok. Az üzletember egyébként soha nem élt Magyarországon, de magyar gyökereit fontosnak tartja. És van nekem egy alapítványom, és azért támogattam ezt a rendezvényt. A végén térjünk vissza még egy kicsit a futball világához, hiszen a beszélgetés jelentős részét is ezt tette ki. A vélemények ugyan több helyen eltértek, de abban mindenki egyetértett, hogy váltani kell. Meg kell újulni a hazai labdarúgásnak, és ami nagyon fontos, hogy reális célokat kell megfogalmazni a közeljövő tekintetében. Ebben egyébként a média felelőssége óriási. És ha már a sajtót említettük, a CDF magyar származású sportkommentátorának, Réti Bélának is határozott véleménye van a jelenlegi helyzetről. Ő volt egyébként a beszélgetés moderátora. El kéne felejteni ezt a 8-1-et, és kéne mondjuk egy edző talán, akinek most nemzetközi tapasztalata van, hogy a tehetségekkel valamit elkezdjen. Egy külföldi tapasztalat nem árt, egy edző, akinek már nemzetközi sikerei is voltak, és tudják, hogy megy, mert a magyar nemzetközi sikerek olyan régen vannak, hogy onnan már nincs edző. A sok kritikai, és azért legyünk őszinték, jogos megjegyzések után azért jó volt hallani egy kis pozitív véleményt. A 13 éve Németországban élő és jelenleg az FC Ingolstadt labdarúgója Hajnal Tamás talán a legoptimistább volt a megjelentek között, na hazai focit illetőleg. Nem szeretném azt, hogy elfelejtsük, hogy tényleg ez a csapat, ez a válogatott érte azért szép győzelmeket is az elmúlt években. De tudjuk, hogy sok hiányosság van a fociban, és ezért én is, meg még sok más csapattársam is szeretnénk mindent megtenni, vagy a pályán kívül, majd esetleg más pozícióban is, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, és tényleg egy szép jövőbe tudjuk esetleg a magyar focit vezetni. Szép gondolat, szép tervek, amelyek remélhetőleg valósággá válnak. De ne felejtsük el, hogy a rendezvény nem csupán a hazai futballal foglalkozott. Vannak ugyanis olyan sportágak, mint a vízilabda vagy az úszás, ahol a mi tudásunk, tapasztalatunk és felkészültségünk a minta. Ezekben a magyar szakemberek segítenek a német versenyzőknek és csapatoknak a nagyobb sikerek elérésében. A munkajava tehát még előttünk áll. Nem lesz könnyű, és nem lesz kivitelezhető rövid idő alatt, de jó tudni, hogy van egy fórum, ahol a tapasztalatokat kicserélhetik, megbeszélhetik a szakemberek. A berlini Magyar Nagykövetség által szervezett következő kerekasztal beszélgetésen pedig ki tudja, talán az újonnan kinevezett labdarúgó szövetségi kapitány is jelen lesz, akinek személyét most még kérdőjelek övezik.